Sziasztok! A mai napon a keleti főcsatornán horgászok. Nemrég kezdtem a pecát, egyébként a bombfédert próbálom, de ez a videó nem erről fog szólni, hanem még mindig a horog kérdés. Egyikőtök ajánlott, hogy csináljak horogtesztet, igazából ezen már gondolkodtam is, és már ki is ötlöttem, hogy hogy fogom ezt kivitelezni. Méghozzá úgy, hogy nem is tudom pontosan a 6 típusú horogból, most vettem egyébként egy kórumhorgot is, tehát körülbelül 6 típusú horog, de megszámolom nektek, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igen, 6 típusú horgot fogok tesztelni. Méghozzá úgy, hogy mögöttem látjátok, a vedér fel van akasztva egy vastag vonodzsinóra, és úgy raktam össze, hogy a halmélegnek pont az akasztója fog a horognak az öblébe akadni, mert az kb. Pont olyan méretű, hogy a horog öblét szépen megtámasztja, mert ugye egy horognak van egy öböl közepe, és valójában ott, én úgy gondolom, hogy ott a legjobb mérni a horognak az erősségét, tehát ott kell feszíteni ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hány kilót vagy mennyi súlyt bír el maga a horog, mert a hegyére tennénk a súlyt, az is egy fajta mérés lenne, viszont a különböző horog méretekből kifolyólag van olyan horog, ami például nem is kifele hajlana abba az esetben, hanem befele az öböl fele. Tehát a legjobb az az, hogyha így mérem meg. Rengetegféle módon lehetne más mérést, ugye fontos lehet az is, hogy milyen zsinóra van kötve, milyen hosszú előke van a zsinóron, valamint ez most olyan mérés lesz, hogy rövid időn belül fogom egyre jobban terhelni a horgokat. Ugye még lehetne egy olyan mérés is, hogy egy bizonyos erővel terhelve, ami még aktuálisan nem hajlítja ki, azon a súlyon mennyi ideig bírja tartani, tehát mennyi idő az, amíg lassan ki nem hajlik, mennyi idő az, míg megfárad a horog. Tehát ez most egy olyan teszt lesz, hogy rövid időn belül egyre nagyobb-nagyobb súlyt fogok önteni, igazából vizet. A keleti főcsatorna vizét fogom önteni a vedérbe, amit mögöttem láttok, és meglátjuk, hogy mikor szakad el. Ez a vödör egyébként egy horgász vödör, tehát belülről vannak osztások rajta, és meglátjuk, hogy mennyi osztásnál fog melyik horog kihajlani. Közben nézem a botot, de nincs miért, jó? Na szóval, legelőször ez a horog, ez a Cero F1 Metó típusú horog van felakasztva, úgyhogy ezzel próbálom meg az első tesztet, hát lássuk. Egyébként maga a horog előke az egy olyan 20 centi körülbelül, vastag fonottal van kötve, mint amilyen vastagon lóg eleve az egész vedér, azért, hogy ne az szakadjon, hanem a horog. Rá vagyok kíváncsi, hogy mennyit bír. Na, mint látjátok, ez fel van akasztva önmagába. Hát nem tudom mennyi lehet, hogy van egy kiló, de azt most nem nézzük, azt nem adjuk hozzá, vagy azt is lehet, hogy egy kilót mindig hozzáadunk minden egyes méréshez, és akkor meglátjuk. Na, de akkor lássuk, öntöm lassan a vizet, és meglátjuk, mikor szakad el. Már úgy áll a horog egyébként, hogy már ki van hajolva, már csak a vége tartja. Most ez a horog 3 liter víznél szakadt el, tehát mondjuk azt, hogy 4 kg lehetett, viszont már szinte az első liternél a horog már így nézett ki, és már csak igazából a vége tartotta, tehát ha ez egy halba van akadva, akkor biztos, hogy kiszakad. Tehát itt most ez a teszt ez arra megy ki, hogy mennyi idő, míg teljesen kihajlik valójában. De meg is mutatom nektek a horgot. Nézzétek meg, tehát a horog így néz ki, ehhez kellett 3 liter víz. És
És akkor lássuk a következő horgot. Már feltettem, applikáltam, ráapplikáltam a helyére. Következő egy Trabucco Method horog. Azt egyébként elfelejtettem mondani, hogy minden horog 10-es méretű és teljesen új, használatlan. Éppen a csomagolásából vettem ki. Tehát ez egy Trabucco Method barbless igazából, tehát szakálmentes, sima metód horog. Megnézzük, ez mit bír. Most megint nincs semmi a vedérbe, tehát nulláról kezdem el tölteni, és meglátjuk, mikor szakad el. Már elkezdett kihajlani. Már csak a lélek tartja. Az a helyzet, hogy ez a horog is körülbelül ugyanakkor a terhelésnél hajlott ki, mint az előző. Ezt nem gondoltam volna, mert az előző horog olyan vékonyabb húsúnak tűnt, tehát ha így nézzük, akkor az valamivel még erősebb is talán, mint ez a horog volt. De ezt is megmutatom nektek, hogy néz ki. Tehát ez is hasonlóképpen hajlott ki. Lássuk a következő horgot. Következő az egy Excalibur Round Fader nevezetű Made in Japan barbless horog ez is, az Energo Team-től. Ez már egyébként valamivel vastagabb húsú, így szemre. Meglátjuk, hogy mit bír. Ugyanúgy ráaplikáltam, vízzel kiöntöttem, lássuk. Elkezdett ez is kihajlani. Hát ez érdekes, körülbelül ugyanannyit bírt, mint az előzőek. Ugyanúgy a 3 liter, meg egy kicsi van benne. Nézzük meg ezt, hogy néz ki. Ugyanúgy, szépen ki van hajolva. Na lássuk a következő horgot, ez volt az első Guru horog, amit vásároltam. Ez a Guru Super XS típusú horog, ez is ugyanúgy 10-es méretű, ugyanúgy új horog. Kíváncsi vagyok, ez is Made in Japan. Lássuk! Már elkezdett kihajlani, még lehet hamarabb, mint a többi. Na ez érdekes. Eddig ez a horog a leggyengébb. Tehát használtam már, vagy már próbálkoztam többféle, sokkal olcsóbb horoggal is.
de eddig ez a horog a leggyengébb, 2,5 liter körül van, de lehet látni abból a vedérből is, amiből öntök, hogy körülbelül dupla annyi van benne, mint az előzőeknél, tehát dupla annyi maradt, nem tudom mennyire látszik, úgyhogy ez idáig ez a leggyengébb horog, megnézzük, hogy hogy néz ki. Ez a horog így néz ki, valójában ugyanúgy, mint a többi. Na lássuk a következőt, egyre kíváncsibb vagyok én is. Ez pedig a Guru QM1 típusú horog, ugyanúgy 10-es méret, ugyanúgy új, a kis dobozkájából. Erre is ugye azt mondtátok, hogy mennyire jó. Kíváncsi vagyok, hogy az előzőekhez viszonyítva mi lesz a különbség, föl van rakva, üres a vedér, megyek, öntöm a vizet. Most kezdett el kihajlani. Nem sok maradt. Eddig ez a horog bírta a legjobban, ez 3 liter felett van már, de még nincs 3,5 litert sem öntöttem bele, tehát valamivel erősebb, mint a többi, de nem igazán szignifikáns a különbség. Megnézzük ezt is. Hasonlóan néz ki, mint a többi. A következő és egyben az utolsó horog ezen a teszten a Corum Expert Power nevezetű horog, ő lesz az. A méret ennek is 10-es, barb lesz ez is, tehát szakálmentes. Azt nem tudom, hogy ez japán gyártmánya vagy nem. Nincs valójában feltüntetve rá, viszont rajta van a Power, tehát az erő felirat, és piros a színe. A többi Corum horoghoz képest egyébként ennek volt csak piros a színe, a többi zöld, vagy akármilyen más színű, tehát ebből is gondolom, hogy arra próbáltak asszociálni, hogy ez erősebb ez a horog, tehát ennek Power a neve. Valamint egyébként érdekesség, hogy 790 forint, tehát az egyik legolcsóbb a sorba. Semmilyen tapasztalatom nincs ezzel, mert most idefele jövet horgászboltba vettem, mert ajánlottátok a Corum horgokat is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez mit produkál. Föltettem. Öntöm a vizet. Most kezdett el kihajlani.
Hát ez is kihajlott, és úgy tűnik, hogy valóban ez a legerősebb. Ebben már 4 liter víz van körülbelül, tehát az átlaghoz képest erősebb, meg is mutatom nektek. Látszik, hogy kicsivel vastagabb húsom, mint az előzőek, és ez is ugyanúgy hajlott ki. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatom az valójában alá lett támasztva, tehát ez az összes horog körülbelül azonos erejű, és amit ajánlottatok nekem guru horog, és legelőször amit vásároltam guru horog, ez a Super XS, ez volt a leggyengébb, tehát ez 3 liter alatti tömegű plusz ugye a vedér meg mint, hát mondjuk az, hogy 4 kiló, de nem hiszem, hogy van annyi, tehát hagyjuk azt az 1 kilót, ami a vedér súlya, tehát akkor legyen az, hogy 3 kiló alatti tömegnél már leszakadt, tehát valójában kihajlott. Az összes többi horog az utolsón kívül arra mondhatjuk azt, ha nem lenne szúnyog, tehát arra mondhatjuk azt, hogy körülbelül azonos erejűek, olyan 3 liter vizet bírtak ki, aztán szakadtak el, és ez az utolsó, ez a Quorum horog, ami Power típus névvel van ellátva, ránézése nem sokkal vastagabb, mint a többi, és a hegye is jó, ugyanúgy szakál nélküli, és ez már 4 liter vizet elbír, tehát mondjuk azt, hogy hát nem is tudom, több mint 20%-kal erősebb, mint a többi, az azért az elég jó szám, viszont én még mindig kevéslem ezeket a számokat. Én azt gondoltam egyébként, hogy több vizet fog bírni egy-egy horog. Sajnos a kínai horogból nincs nálam most, de hogyha lesz, akkor biztos, hogy fogok csinálni azzal is egy ilyen tesztet. Viszont az biztos, hogy ez a Quorum horog jobb, úgyhogy ezzel fogok próbálkozni horgászni, és meglátjuk, hogy az milyen arányba fog elszakadni, vagyis nem elszakadni, hanem kihajlani a pontyok alatt, és hogy mennyi idő alatt fog megfáradni, mert ugye ez a teszt az nem nagyon támasztotta alá, nem nagyon tesztelte azt, hogy mennyi idő, míg megfáradnak ezek a horgok. Úgyhogy ennyit erről a tesztről, azt gondolom, hogy mindenképpen tanulságos volt, és érdekes, hogy ez az összes horog, ez azért több márkának több típusa volt, és körülbelül ugyanazt az eredményt hozták, tehát azért nagy különbség nem volt. Árba viszont van nagy különbség, mert az utolsó előtti horog, az a gurunak a QM horga, az körülbelül annyit bírt, mint a nagyja, tehát az első horgok, tehát ugyanúgy azt a 3 litert bírta ki, viszont jóval drágább, tehát mondjuk azt, hogy dupla olyan drága volt, mint a többi horog. A 890 forintos horga, ez a Super XS guru horog, pedig a leggyengébb volt a sorba, úgyhogy a második leggyengébb talán ez a Zero Method F1, talán F1 Method horga, de igazából az sem maradt el nagyon a többitől, 1-2 decibel talán, amit nem tudtam kimérni, csak így úgy gondolom, hogy véknyabb, és azért egyébként is, ahogy láttam, mintha kevesebb víz lett volna, de nem sokkal 3 liter alatt. Akkor sorrendet felállítva a leggyengébb volt a gurunak a Super XS horga, a legerősebb volt a Quorum Expert Power típusú 10-es horog, és az összes többi, amit néztem, a többi 4, az körülbelül egy szinten vannak, árba viszont nem. Úgyhogy nem mindegy, hogy melyiket választjuk. A hegyéről nyilván nem szól ez a teszt, az erősségéről szólt. Viszont ez a Quorum horog, ez az áraknak az átlaga alatt van szinte, tehát 790 forint volt, és ilyen 800 forintos átlagáron, 800-900 forintos átlagáron vannak ezek a horgok, főleg a gurunak a QM horga az meg 1500 forint, tehát végképp fölötte van. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy ez a legerősebb, úgyhogy ezzel fogok horgászni. Remélem, hogy tetszett a videó, találkozunk a következő részben, sziasztok!